Sziasztok srácok, én Bána vagyok, és üdvözlök titeket egy vadul videóban. A mai adásban a legbénább, legcikibb, legtré Pokémon fúziókat fogjuk megnézni. Ugye a Pokémon fúzió az azt jelenti, amikor fogsz egy A Pokémont és egy B Pokémont, és összenyomod a kettőt, és ennek ötvözetéből készül majd el valami, ami általában furán néz ki, de van, amikor nagyon-nagyon-nagyon béna, és nagyon vállalhatatlan dolgok történnek, de még mielőtt erre rátérnék, egy pár dolgot szeretnék mondani. A Facebook csatornámat nagyon sokan követitek, ahova a modikkal közösen decemberben egy adventi kiszavazó show-val jelentkeztünk nektek. Szóval azt találtuk ki a kiszavazó show-val kapcsolatban, hogy az utolsó három helynél, vagyis a harmadik, a második és az első helyezettnél, amikor ezek ugye eldőlnek a szavazások, komment, reakciógomb, ilyesmi formájában, akkor szűrni fogjuk az egészet és ki fogunk sorsolni mindegyiknél egy nyertest, aki a következő ajándékokat viheti el. Pár napja a YouTube közösségi oldalán kitettem egy játékot arról, hogy három Pokémon nevét kell kitalálni. Na hát egy picit mellé is nyúltam, úgyhogy azt az egészet hagyjuk is. Ehelyett, aki az adventi kiszavazósonál ott van a harmadik helyért folyó csatában, az kap egy Litleót. Ki fogjuk sorsolni. A másodiknál egy Pencsemet, az első helyért lévő kiszavazásnál pedig egy Pikachu figurát. Ez egyébként ez a Moncolet nevű gyűjtemény vagy kollekció. Azt tudom, hogy ez valami furcsa Pokémonos társashoz van, és ezt még én annó kint Tájvanon vettem, amíg kilaktam, csak megtartottam nektek az év végére, mert gondoltam, hogy majd karácsonykor kisorsolom, szóval ezek egyenesen Tájvanban fognak valakihez kerülni. Ezt szerintem egyébként Japánból vannak alapból, de... Szóval a lényeg, mindenképpen gyertek a Facebookra és vegyetek részt az adventi kiszavazósomban, mert nyerettek figurát. Egyébként majd a nyertes fogom értesíteni privát üzenetben, szóval mindenki megkapja magáért. Valószínűleg egyébként januárban fogom majd kiküldeni ezeket a dolgokat. Most pedig akkor lássuk az első generáció szerintem top 10 legcinkesebb, legcringibb Pokémon fúzióját. Ebben a videóban az első generáció legsúlyosabban zakkant Pokémon kereszteződéseit fogjuk szemrevételezni, amitől remélhetőleg senki nem szenved majd maradandó agykárosodást. Tudjátok, ez a generáció mentes Delibird-től, de ez nem azt jelenti, hogy ne lennének itt velünk a sátán csatlósai. A Pokémonok világa sem lehet nyilván mentes a szellemileg defektes élőlényektől, de ha ezek az elfuserált dögök járkálnának Kanto mezőin, akiket most látni fogtok, alig ha bírta volna ki Ash, Misty és Brock is végignyomni az egészet röhögés nélkül. Nos, akkor kezdjük a legciki fúziók listáját. 10. Szerintetek Gloommal amúgy mi van? Sok volt a süti vagy a haska? Mitől alszik el állva mindig és miért bűzölög? Na jó, miért bűzölögre tudom a választ. Én úgy gondoltam, hogy ennél már nem lehet rosszabb a helyzet, de amikor megnéztem, milyen lenne egy fúzióban Machamp-el, majdnem leestem a székről. Lássuk akkor a fúziót. 3, 2, 1, bang! Szóval ő itt Gloochamp, a fogyatékos, csöpögőnyálú, betépett, szexuális ragadozó, vagy ahogy én kereszteltem el, izomcsöpi, Machamp fogyatékos kisöccse. 9. Vegyük Omastart, aki egy elég ritkán elővett, kevésbé populáris Pokémon, és keresztezzük valami olyasmivel, akit mindenki ismer, mégis szinte senki sem szeret. Na guru ide Weezing, gyere ide, és nézzük, miből lesz a cselebogár. Igazából itt a név is fantasztikus, ha jól jön ki, szóval figyeljetek. 3, 2, 1, bang! Ő nem más, mint Amazing, egy pöcörödött szájú, gázhajtású kék... hányás? Igen, nekem is nehéz leírni szavakkal, amit látok, vegyünk is egy mély levegőt. Amazing. Király ez a szó, tuti használni fogom ezentúl. Várjuk, milyen belassítva? Amazing. Hát ez hatalmas. 8. Na, eljutottunk az első általam különösen megvetett pacienshez. Vegyünk egy Diglettet, gondoltam, mert miért ne, nála hülye feje elég kevés Pokémonnak van. Na és ezt az arcot meg szint pattintsuk át valami nagyon bárgyú Poké testére. Ah, meg is van, gyere csak Chansey, lássuk a fúziót. 3, 2, 1, bang! Bemutatom nektek Dixit, aki egy szánalmas, szolgaarcú, barna kis görcs. Ha ilyen kis pudvafejű barna mócsingok rohangálnának a szafari övezetben, sírva röhögnék, miközben szórnám rájuk a labdákat. Ezt a Pokémon megcsinálnak a játékban is, ő lenne a kedvenc hám ribancom, azt tuti. 7. Folytassuk fantasztikus listánkat egy újabb bugris tapnyalóval. Igen, sajnos Lickitung az évek múltával sem tűnik értelmesebbnek, szerintem olyan, mintha önmagában is egy béna fúzió lenne, de figyeljetek meg, mi lesz, hogyha feltolunk neki egy adag Venomot. Lássuk a fúziót. 3, 2, 1, bang! Ismerétek meg Likimotot, aki igazából egy hatalmas rózsaszín nyálas molylepke. Ha esetleg egyébként bármi okból Likimotok kezdenek el repkedni körülötted, akkor az vagy egy rémálom, vagy tudathasadás ment végbe a fejedben. Ez esetben javaslom felkeresni a házi orvosodat mielőbb. 6.
Akartok most már valami durvát látni, igaz? Rendben, nézzük a kemény legényeket. Itt van nekünk rögtön Parasect, aki az egyik legkevésbé használható Pokémon a játékban. Tegyünk rá egy kis izmot szerintem, mit gondoltok? Na jó, igazából bármivel megküldött Parasectet, hasonlóan szánalmas lesz az eredmény. Lássuk tehát a Geodude-os fúziót. 3, 2, 1, bang! Csá, ő egy Paradude! Ugyorba ver, ha nem figyelsz, hogy a saját személyesnek ki a helyéről. Na de viccen kívül mi ez? Egy kicsesze szemüveges kavics! Nem valami impozáns látvány, de legalább a névmenő. Paradude. Mint ha valami gonosz szuperős neve lenne, nem? Na jó, szerintem ugorjunk. 5. Jinxet imádjátok, tudom. Ő az egyik legutáltabb Pokémon a teljes 7 generációból, és gondoltam, hogy őt aztán nem lesz nehéz bekeverni valami mással, hogy az eredmény lélegzet elállítóan szívfacsaró legyen. Hát ha láthatok mostanában undi dolgot, akkor azt felejtsétek el. Pakoljuk össze Jinxet egy Dragonite-tal, és nézzük, mi lesz. 3, 2, 1, bang! Ő itt Jinite, aki egy szopószájú elhízott lila Travestisaurus. Igen, ha ő jönne velem szembe sikátorban, szerintem egyből elkezdenék könyörögni az életemért hatalmas sikoltások közepette. Jinite szájában olyan vákum lehet, mint egy fekete lyukban, de őszintén szólva nem akarom megtudni, milyen érzés, amikor valakire rácukban. Na lapozzunk. 4. Gondolkoztam, hogy miként tudnék borzasztan elrontani egy alapban menő Pokémont, szóval egyből eszembe jutott Psyduck, akinek az arca hihetetlenül kifejező, és összepasszoltam a kedvenc zöld fűnyironka Scyther-rel. A várt eredmény nem fog elmaradni, ne aggódjatok, kezdődjön tehát a fúzió. 3, 2, 1, bang! Köszönjétek tehát Psytert! Ijesztő, nem? Mint egy félre sikerült szelmifogyatékos kacsaarcú sáska. Ja, mert az is. Nem tudom, az biztos, hogy bizarr látvány, de ez a név tetszik. Lehet, hogy valami Go előadóhoz passzolna is, de azt úgy kerül, hogy az én csapatomban nem válogatnám be a csőrfej miatt. Ti hogy vagytok vele? 3. Elképesztő, hogy milyen sok Pokémonnak van ilyen szopó pumpa feje, de hát a legkomolyabbat még csak most vettem elő itt a dobogó legalsó fokán. Igen, Weepinberről beszélek, és nyilván gondolhatjátok, hogy őt nem nagy kihívás összemosni valakivel, hogy idiótán nézen ki. Hát szerintem én megtaláltam a legszívfonnyasztóbb látványt. 3, 2, 1, bang! Ő itt Weepindes, és szegény Rapidash régi pompája egy pillanat alatt nullázódott is. Nem tudom, melyik állatkertben mutogatnák szívesen, de én biztosan rejtegetném a gyerekek elől ezt a botoxolt szájú, taknyos, sörényű, homokos cumikornist. Cumikornis, ez jó, ezt megtartom. 2. Második helyre hozunk be egy igazi nagyágyút. Charizard a Pokémonok legszeretettebbike, a legek legje, a legikonikusabb sárkányfigura még mindig a popkultúrában, talán Bowsert is megelőzve. Hogyan tudnánk lerontani a népszerűségét? Neztek rá egy Kakuna! 3, 2, 1, bang! Kakizárd! A kaki evő sárkány, akinek a farka is lángol a sok metángáztól. Fenséges ez a néve, hogy ízlelgetem. Kakizárd. Igazán nagyszerű név egy kaki sárkánynak, de aki az első helyen következik, szerintem mindent überel. Legalábbis a név tekintetében. Első hely! Hát ki az, akinek az egyik legmulatságosabb az ábrázata és még nem szerepelt a listán? Mr. Mime! Ez az! Gyere csak ide, te kis pizsamás hókuszpók! Na és hogyan tudnánk elérni azt, hogy Mr. Mime megkapja a legvisszataszítóbb első generációs Pokémon fúzió címet? Keresztezzük Koffinggel! 3, 2, 1, bang! Színpadon a lenyűgöző Mr. Fing! A puszedli képű rózsaszín bélbajos karalábé! Mr. Fing, hogy érzi ma magát? Értem, és mit gondol a torziós inga megoldó képletéről? Köszönjük, hogy megosztotta velünk bölcsességét, Mr. Fing. Hát ennyi lett volna az én listám, srácok. Szerintetek ki a legbénább fúzió? Használjátok Instagramon a kettőskereszt bb és a kettőskereszt ciki fúzió hashtageket, és nézzük meg egymás furcsa fúzióit. Ha szeretnétek, hogy a második generációból is készüljenek el a legciki fúziók, vagy ha kíváncsiak vagytok az én kedvenceimre is, akkor mindenképpen lájkoljátok ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál ebben a videóban, remélem, hogy tetszett, ezt egyébként jelezheted nekem lenne a komment szekcióban is, illetve egy lájkot is, vagy hogyha nem tetszett, akkor egy dislike-ot is dobhatsz a videóra. Egyébként ma van a szűnapom, ma lettem 28 éves, úgyhogy nagyon örülök ennek, végre sikerült egy videót is gyártanom, most már szabadságon vagyok, itt vannak az ünnepek, karácsony, úgyhogy érkezni fognak a tartalmak, remélem, hogy velem tartotok a legközelebbi részben is, vigyátok magatokra, és ne felejtjétek a legfontosabb dolgot, védjétek a ceteket. Catch 'em all.